Hogy a szamarak, borzok és macskák téma, mert hogy hát ebből a borz az ilyen vágy volt nekem, hogy szamaram és borzom legyen. Volt egy időszak az életemben, amikor ezt nagyon komolyan szerettem volna, és volt egy időszak, furcsa módon, hogy majdnem meg is valósult, csak elasztam, és hogy... De miért akartál te borzot? Nem, én egyszer egy Zürichből stoppoltam haza, és már Graz környékén jártam Ausztriában, amikor éjszaka rám sötétedett, és ilyen nagyon szomorú volt minden, és egyszer csak megjelent egy borz, és ott elsétált, és annyira jó kisugárzása volt, nagyon szimpatikus állat volt a borz, és onnan borzot tartani egyébként szinte lehetetlen, hisz ugye éjszakai állat, üregi állat, nyilván ez egy ilyen. De a szamár az nem. Se nem éjszakai, se nem üregi. És hogy amikor Krétán, Görögországban éltem, de Krétán különösen, és ugye Krétán a hegyes, az nem nagyon tudják, ez egy rohadt ilyen sziklás hegyes vacak dolog, ahol az olajbogyók ilyen izékben vannak, ilyen teraszos művelésben, és oda ideális a szamár, meg hogy rohadt nagy szegénység is volt arra, és emiatt is ilyen meg kellett gondolkodni. És ott például az ugye, ott azért elég sokat gyalogol az ember, tehát nem mondanám, hogy a tömegközlekedési mekkája lenne Kréta, és hát azért minden olajfánál volt egy szamár kikötve, hát nem ez hülyeség, nem volt mindegyiknél, de mondjuk olyan 500-600 méterenként, és akkor nagyon jó volt velük kommunikálni, mert hogy második, harmadik alkalommal megismertek és köszöntek, meg szóval teljesen jó volt az egész. Negyedik, ötödik alkalommal már oda mentem, és akkor már duma volt. Ki voltak kötve, amik az iszonyú parasztok voltak a kétek ebből a szempontból, mert így egész napra ki voltak kötve, de nagyon annyira örültek a társaságnak, hogy döbbenetes volt, és egy nagyon jó benyomást tettek rám. Csak hát a harmadik emeleten szamarat tartani, hát kockázatos, úgyhogy macska lett a megoldás. És aztán, ha macska, akkor két macska, nagyon fontos. Tehát bár... Nem csak álmodban két macska? Két, álmomban két macska voltam, és a farkammal játszott mind a kettő, de hogy, vagy nem pontos az idézet, de hogy tényleg lekötik egymást. Tehát igaz az a feltételezés, hogy amíg egy macska az minket csesztet állandóan, addig két macska inkább egymást, és kicsit minket is, tehát az nem szállnak le rólunk teljesen nyilván, hisz a kaját mi adjuk. És most szerzek ilyen tapasztalatokat először, kettő kicsi macska, nagy macska összeszoktatása. Rendkívül szórakoztató, én nem tudom, hogy bír ki egy kis macska ennyit. Tehát amit kap a nagymacskától, biztos kedvességből, tehát ilyen pedagógiai jelleggel, de tényleg szóval, amikor a szájába veszi a fejét, akkor például megáll bennem az ütő, meg így összehajtogatja, meg hátsó lábbal így sorozza. Szóval, de hát azért beavatkozom majd be esetén, tehát ilyen nem tudok. Úgyhogy kettő macska nagyon szórakoztató, kettő macska majdnem felér egy szamárral és egy fél borzzal. Megint megkérték a kezem. De megvan a telefon. De a telefonom. Sűrű. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy hárman is figyelmeztettek, hogy ne hagy... Tényleg itt hagytam volna egyébként. Most a lampi ágros mellett kellett bekúsznom a földön, hogy meglegyen. Köszi.